látunk egy jó ötletet, eszünkbe jut egy jó elgondolás, és akkor azt megpróbáljuk megvalósítani. Rendeztünk néhány szöszmötölő napot. Ebbe az volt a nagyon jó, hogy a unokától a nagymamáig mindenki oda tudott jönni. És hát jó volt látni, amikor a kisunoka próbálkozott a barótűvel, és a nagymama mondta neki, hogy hát ezt így és így kell csinálni. Vagy néhány nyugdíjas asszony a karácsonyi vásárra készített nekünk, illetve hát közösen készítettük a meglevő anyagokból, a meglevő technikákkal karácsonyi díszeket, horgolt gömbtől kezdve a kisbabákon keresztül az angyalkán át a legkülönbözőbb dolgokig. Nagyon jó volt összejönni. Nagyon szeretném, hogyha ez nem halna el, hanem még inkább többen egyben tudnánk dolgozni egy-egy ilyen napon. Azok a kapcsolatok, amikbe kisebb-nagyobb közösségek megtalálják egymást, megtalálnak, lehet, hogy csak 5 ember jön össze, lehet, hogy 30, nem tudjuk, de az élet során ezek a civil közösségek azok, amik át tudnak segíteni embereket nehézségeken, át tudnak segíteni kríziseken. Miért van az, hogy sokkal élhetőbb a vidéki élet, sokkal több az élő civil kapcsolat, mondjuk, mint egy városban, mert a városban sokkal inkább idegenebbek az emberek egymáshoz, tehát sokkal nehezebben fordulnak. Tehát relatív a vidéken én úgy érzem, hogy sokkal jobban egymáshoz tudnak fordulni az emberek, és igen, meg vagyok róla győződve, hogy az életünk minőségét meghatározzák azok a civil kapcsolataink, amik vannak. Hogyha egy olyan alkotó közösségben tudunk lenni, nem kell nekünk művészeknek, nem kell mesterembereknek lennünk, egészen egyszerűen csak hobbivarrónőknek, vagy hobbikötőknek, vagy tudom én, festőknek, rajzolóknak, bárminek, amiben valaki jó és ügyes. Szívesen adnék egy jó nagy táska alapot, mondjuk egy festeni, rajzolni tudó kisgyereknek, hogy no, akkor te telerajzolod, én utána megvarom neked. Szóval annyi lehetősége van annak, hogy örüljünk egymásnak és boldogok legyünk.